Joker. Üdvözlet minden kedves YouTube lakónak, és természetesen a feliratkozóknak és az új feliratkozóknak. Elérkezett ez a nap is, bár nem gondoltam volna, és a YouTube-on még többen nem gondolták volna, de hát végül is mégiscsak sikerült, amit nektek köszönhetem, követők. Ugyanis bizony elértük az 1000 feliratkozót, de nem is csak, hogy elértük, hanem már túl is léptünk rajta. Úgyhogy ezzel a videóval szeretném mindenkinek megköszönni, hogy figyelemmel kíséri a videóimat, és feliratkozott, és ezáltal hozzájárult ahhoz, hogy elérjem ezt az 1000 feliratkozói számot. Úgyhogy itt az ideje, hogy egy kicsit majd nem is stílust váltsak, de majd most már elkezdek félrerakni, hogy beruházzak majd egy normálisabb laptopra, meg kamerára, meg ilyen dolgokra, ami egy kicsit jobbá teszi majd a videókat, de hát ez még azért messze van. És hát lassan, ha már rájövök, hogy hogyan kell így telefonon live-ozni, mert ugye valahogy még mindig nem tudom a live-ot elindítani, pedig már túl is léptük az 1000 feliratkozót. Úgyhogy majd egy hozzáértő embert, majd a Regiéket, vagy a Dick Johnsont, vagy valakit, akik ehhez jobban értenek, majd én megkérdezem tőlük, hogy mit kell csinálni ez ügyben. Úgyhogy lassan majd elkezdődnek az élő videók közvetítése is. De hát addig még ez nem következik be, folytatom tovább a videózást. Most éppen, ugye láttátok, volt egy kis kihagyás, mert gyűjtöm a témát, hogy miről beszéljek, illetve itt a többiekkel is már tárgyalunk, hogy majd lesznek közös videózások, meg forgatások, meg ilyenek. De hát ugye, mivel elég sokan vagyunk, hogy összehozzuk ezeket az embereket, elég időigényes, úgyhogy még biztosat ezügyben nem tudok mondani. Úgyhogy ez van. Még egyszer nagyon köszönöm. És hát mit is mondhatnék? Azon kívül, hogy nagyon örülök, és hát bebizonyítottuk az ellenkezőjét a sok trollnak, akik már igazából nincsenek is fönt a komment szekcióban, mert hála az égnek eltűntek, mármint az olyan trollok, akik tényleg nagyon rossz indulatúak voltak, és csak fröcsögni tudtak. Negatív kommentek még azért mindig megvannak, de azok azért kultúrált hangvitelbe vannak megfogalmazva, így aztán azokkal nincs semmi bajom. Illetve voltak itt különböző ilyen olyan kommentek, hogy én törlöm a kommenteket, ezért most le is iratkozok, meg így, meg úgy. Hát én nem szoktam kommenteket törölni. Régen töröltem ezeket a nagyon gusztustalanokat, meg tiltottam is.
de akik általában ilyen építő jellegű kritikát, vagy szóval nem, vagy nem is az, de így nem ilyen gusztustalan, trágár és rossz, nagyon rossz indulatú kritikákat, én mindig is fönt hagytam, illetve most már ez ügyben akarom mondani, hogy én nem törlöm a kommenteket, hanem az értesítésben én el tudom olvasni, hogy miket írtok, de amikor rámegyek, nem tudok rá válaszolni, mert a YouTube az magától cenzúrázza ezeket a kommenteket, és eleve nem rakja be a videók alá, és kommentelni sem tudok rájuk. Bár igaz, nem is nagyon szoktam kommentelni, mert nem tudok minden egyes kommentre válaszolni, de azért néha-néha így videóban meg szoktam köszönni a kommenteket, illetve ha tényleg olyan, ami említésre méltó, akkor arra videóban válaszolok. Úgyhogy ezt még el akartam mondani, hogyha kommenteltek, és nagyon hozzá akartok szólni, akkor próbáljátok meg úgy fogalmazni, hogy ne tiltsa le a YouTube a kommentjeiteket, és akkor azokat láthatni fogjátok a videóim alatt. Akkor még mi az, ami ilyen volt, amit még ezügyben el szerettem volna mondani? Hát, igazából ez most csak ennyi lett volna. Egy ilyen jubileumi videó, az 1000. feliratkozó miatt csináltam ezt a kis szösszenetet. De még volt valami, nem is. Na mindegy. Úgyis már késő van, ez már későn fog fölkerülni. Hamarosan majd jövök egy videóval. Addig is. Minden jót kívánok mindenkinek. Még egyszer. Köszönöm nektek, hogy követtek, és minél többen lájkoljatok, diszlájkoljatok, kommenteljetek, iratkozzatok fel, kövessetek, és megpróbálom minél előbb lerendezni ezt a live-ozást, hogy most már végre tudjunk így élőben is beszélgetni. Nos hát, még egyszer. Köszönöm. Tényleg. Joker.